16 óra után járunk, 15 perccel, kedves hallgatóink, és élő egyenes adásban a vonal a másik végén a Soundwave zenekar. Hello, hello! Hallasz minket? Szia, üdvözlöm a hallgatókat, hello! Szia, szia! Bár mindenki szereti a zenéteket, de vannak még, akik nagyon-nagyon, hát nem ismernek titeket még. Na, ezt akartam mondani. Kérlek, mutatkozz be nekik, és mondd el, hogy kik vagytok ti. Hát azt már nyilván tudják a hallgatók, hogy mi a Soundwave zenekar. Vagyunk egyébként egy, hát 10 évben működő zenekar, de valójában ebben a felállásban, hogy most tevékenykedünk 2 éve, zenélünk együtt. Hát igazából ez az időszak, ez az elmúlt 1 év, ami valójában leginkább tükrözi a munkásságunkat, ugye megjelent a Mindent Elhittem, illetve a Kalandor című dalunk, valamint hát azt talán páron tudják, hogy a dal idei válogatójába, illetve a versenybe is bekerültünk. Így van, hát ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy nem olyan régen robbantatok be a köztudatba, mint olyan, de már azért egy ideje, már akkor ezek szerint 10 éve már azért zenéltek rendszeresen, rendesen. Igen. Ha a stílus, ezt egyébként tudom, hogy a zenészek utálják, hogyha felteszik ezt a kérdést, de azért a hallgatók miatt mégis, hogyha a stílusatokat be kéne lőni valahova, akkor mit mondanál rá, hogy ti milyen stílusban nyomultok? Hát én azt szoktam erre mondani, hogy leginkább ez a rádióbarát, a pop rock zene. Nyilván szeretünk, tehát próbálunk igényesen előadni dalokat, illetve megírni a dalokat, de alapvetően pop rocknak mondanám a szóló stílusát. Értem. Mindjárt rátérünk a dalra is, mint olyan, de előtte egy kicsit a múltatokról, hogyha kérdezhetek, hogyan jött ez a Soundwave, miért pont Soundwave, és hogyan alakult a ti, ugyebár mondtad, hogy 2 éve alakult meg így ebben a formában ez a formáció, hogy erről, ha egy kicsit mesélnél nekünk, hogyha mesélhetsz egyáltalán, vagy ha szeretnél. Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon, tehát nincs különösebb története, ugye elég sokat ötletelgettünk itt zenekar neveken, és hát mindig ilyen lélekhez közeli zenét szeretnénk volna megírni, ami az emberek lelkére hat, valószínű ebből indult, de őszinte legyek, már én sem emlékszem úgy 10 év távlatában, hogy pontosan miért lett éppen ez a nevünk. És hát igen, ugye nyilván minden zenekar, aki koncertezik, vagy így formálódgat az évek során, vannak néha tagcserék, nálunk is igazából ennyi volt. Próbáltuk mindig azokkal az emberekkel együtt dolgozni, akikkel a legjobban tudjuk megvalósítani az elképzeléseinket, és hát lényegében most jött össze ez a csapat, akikkel így 100%-ban minden működik. Igen, hát ez tény is való, hogy egy zenekart fenntartani és vinni tovább folyamatosan, úgyhogy az embernek mellette munkája, magán, illetve van igencsak nehéz és áldozatokat követel. Remélem azért, hogy ti nem hoztatok akkora áldozatokat a siker érdekében, mint amekkorákat mondjuk más zenekaroktól hallani. Na de akkor visszatérve a jelenhez, itt van ez a dal, hogy jött a képbe? Hogy jött a képbe ez az egész, hogy akkor ti a dalon, és hogy ilyen, tehát hogy hogyan sikerült nevezni rá, hogyan sikerült elindulni ezen az úton? Hát ugye gondolkoztunk azokon a lehetőségeken, hogy mi hogyan tudnánk megmutatni lényegében ezt a dalt minél úgymond szélesebb közönségnek, és valójában ez egy megfelelő alkalom. Ugye mi, nekünk amikor elkezdtük, nagyon sokan mondták, hogy miért nem indultok különböző tehetségkutató történetekbe, de mi ezt nem annyira éreztük magunkénak, viszont ahogy dalok versenyeznek, ráadásul hát tényleg egy olyan csapatba kerültünk, olyan előadókkal vagyunk egy lapon említve, ahol azt gondolom, hogy már tényleg színvonalas a dolog, és hát lényegében ez volt az alapvető indítatás, hogy minél többen megismerjenek minket. És mi a terv, hogyha megnyeritek? Hogyha ti nyeritek meg, akkor van-e esetleg valami ilyen kis terv felépítve azért így a jövőt tekintve, hogyha ti viszitek a dal első helyét és mentek ki az Eurovízióra, akkor ott kb. Van-e valami stratégia vagy elképzelésetek-e már, ha beszélhetsz erről? Hát most ez nekünk egyelőre távlati dolog, ugye a döntőre fókuszálunk, azért láttuk azt, hogy a zsűri tagok inkább favorizálnak más előadókat, ami egyébként abszolút nem probléma, tehát ez egy nyilván egy dalverseny, vannak vélemények, és én azt gondolom, hogy olyan szinten erős a mezőny, és olyan nehéz már ilyen
ilyenfajta jóslatokba bocsátkozni, hogy, hogy tényleg ezzel nem tudunk még egyelőre foglalkozni, hogy mi van, ha mi nyerjük meg. Nyilván, hogyha ez lesz a végkimenetele a dolognak, akkor gőzerővel fogunk azon dolgozni, hogy hogyan lehet ezt látványban is mondjuk egy Eurovízió színpadra vinni, illetve hogyan tudjuk magunk mellé állítani azokat az országokat, akik szavaznak. Értelek. Hát én drukkolok nektek, határozottan hajrá, bár azért az én kedvenc zenekarom is ott van még a döntősök között. No de a lényeg az, hogy ha függetlenül attól, hogy nyertek-e vagy sem, a jövővel kapcsolatban van-e valami híret, hogy hol lehet titeket elérni, hol fogtok esetleg legközelebb koncertet adni, és hogy van-e tervben esetleg új album, hogyha ilyenről beszélhetsz egy kicsit, egy pár morzsát így elejtenél nekünk? Igen, azt nagyon sokszor kihangsúlyozom, hogy mi koncertzenekar vagyunk, és nekünk az az elsődleges célunk, hogy minél több helyen felléphessünk. Most már azért alakul egy elég szép turné, így ami tavasszal kezdődik, és nem tudom, hogy most ezt elárulhatom-e, de akkor most elárulom, hogy egyébként Pakson is játszani fogunk a Borfesztivál keretén belül, úgyhogy hozzátok is menni fogunk, és hát szerintem nagyon jó buli lesz. Egyébként nagy lemezzel is készülünk, ez valószínűleg ilyen ősszel fog már összeérni. Nagyon-nagyon jó. És addig is esetlegesen, tehát hogy azért a Paksi Borfesztivál még egy kicsit arrébb van, de addig igen. Is lesz-e koncertetek itt valahol, vagy akár a közelben, vagy akár a messzebbi távolban is, tehát azért nem kell rátok nyárig várni, hogyha valaki mindenképpen szeretne Soulwave-et élőben látni, akkor hova menjen? Hát folyamatosan fogjuk föltölteni jövő héttől a koncertdátumokat, szóval ezért érdemes így a Facebook oldalunkon is kutakodni. Igazából most lesz Szombathelyen, ugye mi Vasmegyei zenekar vagyunk, tehát Szombathelyen fogjuk indítani az évet hazai pályán, utána pedig Budapesten fogunk az akváriumban fellépni, a Clubman Plus vendégeként, úgyhogy akár ott is láthatnak minket, ez március 4-én lesz. De mint említettem, tényleg érdemes majd a Facebook oldalunkat követni, ahol majd felkerülnek a koncertdátumok. Remek, köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk, nem is tartalak fel tovább, és nagyon-nagyon remélem, hogy hát drukkolok nektek is egyébként ezen a dal versenyen, és hát tényleg sok sikert kívánok a továbbiakban, a jövőben is, és akkor ha máskor nem, akkor a Borfesztiválon találkozunk. Mindenképpen. Jól van. Megkóstolunk valamit. Abban biztos vagyok. Én köszönöm. Okay, köszönjük. Köszi. Hello. Na hát a Soulwave zenekar. A Soulwave zenekart hallhattuk, mint olyan, és hát akkor jöjjön is tőlük egy dal. Itt van a Kalandor, ez a dalos dal, és utána jövök vissza én is a további érdekességekkel, információkkal. Maradjanak velünk a továbbiakban is, érezzék jól magukat, kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek. 16 óra után járunk 23 perccel. Veszöket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni kéne, mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, gondos szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzelt hajnalból valódi reggel. Hiába átkoznak, hívnak bolondnak, inkább bolondként halljak meg holnap, mint megbánjad bármit, ha őszintén tettem, és nem kell majd szégyelnem azt, aki lettem. Lesznek még rossz álmok, mégsem kell félned most, én mindig itt állok, szunnyaló alkonyban, bíborszín szárnyakkal, bánatban boldogság, reménnyel vágyakkal. Hát most még ülj mellém, csendben a tornácra, hallgasd a szél hívja, páklomját násztáncra, ennyi csak fényű